Gyakran a női egészség hónapjának is nevezik, ugyanis elsején ünnepeljük a mellrák elleni küzdelem világnapját. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a nőket érintő daganatos és egyéb megbetegedések szűrésének, kivizsgálásának fontosságára. De vajon mit tesznek a hölgyek az egészségük megőrzéséért? A sport az nagyon fontos szerintem, úgyhogy időnként edzőterembe járok, és otthon is sportolok. És hát amikor évente egyszer szűrővizsgálatokra elmegyek, egy évben egyszer nőgyógyászat, bőrgyógyászat, fogászat, stb., egy vérvétel, ilyesmi. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a prevenció. Én felhívom a figyelmüket, ettől függetlenül ők még ezt nem veszik komolyan, tehát ez nem olyan egyszerű dolog, hogy és nem vagyok az a szülő, aki úgy erőszakkal rángatja őket, meg úgy, tehát sportolnak, meg egészségesen élnek, meg egészségesen étkeznek, de ez nyilván ez már a nagyobbik lányom már nem is otthon lakik, tehát ez az ő döntése, hogy ezt hogyan intézi a saját életében. A mozgásszegény életmód következménye például a túlsúly, a diabétesz, a magas vérnyomás vagy a szívbetegségek. Kámer Mártonné rengeteget mozog, ahová teheti, autó helyett inkább gyalog megy. 54 éve már Svájcban él, épp egészségügyi sétát tett hazalátogatása alkalmával. Nálunk az egészségügy teljesen másképp működik, mint itt. Nálunk egyszerűen minden évben megyek a házi orvosomhoz, és mindenféle vizsgálatot, amit rendszeresen meg kell csinálni, azt a házi orvosom vagy megcsinálja, vagy beutal az orvoshoz. Minden évben, igen. Legalább egyszer, minden évben egyszer dentálhigiénia, fogászat, minden, mert különben nem lesz 76 évesen ilyen egészséges. Nagyon sokáig, 28 évig nagy kertem volt, mindent frissetettek. Most is minden szombaton elmegyek a piacra, és megpróbálok tulajdonképpen mindig friss dolgokat főzni. És szeretek főzni, ez tulajdonképpen egy olyan szenvedély is, meg egy kicsit az olyan dolog, ha külföldön él, akkor egy kicsit a honvágya, vagy nem a honvágya, hanem az otthon érzete, az más. Akkor, ha nekiállok úgy főzni, akkor valahogy jól érzem magam, úgy érzem, mintha itt lennék, és esszük azokat a dolgokat, amit én főztem. Időjárás kedvező arra, hogy D-vitamint raktározzunk a téli hónapokra, miközben egy kis fizikai aktivitást csempészünk mindennapjainkba. Gulyás Ferencné például Karcagról érkezett Szentendrére, hogy kiránduljon egyet gyönyörű városunkban. Elsősorban megpróbálok egészségesen élni, étkezni, sokat mozogni, friss levegőn tartózkodni, mint a mai napon is kirándulni, ha lehet kerékpározni, és hát természetesen az megelőző szűrésekre, amikor csak lehetőségem van, akkor azokra mindig elmegyek. Ha évente eljár az ember, akkor azért kap egy visszajelzést az orvostól, és ezt követően pedig a kontroll ellenőrzésekre azért ott a helyünk azért, hogy egészségesek tudjunk maradni. Ma ünnepeljük a lelki egészség világnapját. Bea szerint a testi épséghez hozzájárul a szellemi egészség. Én azt gondolom, hogy a hit az inkább szellemi, de azt gondolom, hogy a két dolog az nem vonatkoztatható el egymástól. De tehát én is azért próbálok sportosan élni, tehát amennyire a hétköznapok és a munka engedi, de az biztos, hogy a hit és az embernek a magába fordulás, a gondolatainak a rendezése azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát a szellemi egészség az alapja. Én azt gondolom, hogy a fizikális testi egészségnek is. Bea hozzátette, rendszeresen jár szűrővizsgálatokra, és odafigyel az étrendre is. Én azért az étrendnél a középútban hiszek, mert én azt látom, hogy mindig vannak irányzatok, ami aztán két év múlva meg felülírja magát. Tehát én azt gondolom, hogy ez a józan paraszti és a középút, az ami, legalábbis én számomra az ami előremutató, én ebbe hiszek. Az egészség kincs, figyeljünk rá, óvjuk és őrizzük meg, ne csak októberben.